Országszerte havazik, több vármegyében is nehezen járhatóak az utak az éjszaka lehullott nagy mennyiségű hó miatt. Van, ahol már 20-25 cm-es a hóréteg. Sok riasztást kaptak a tűzoltók, elsősorban kidőlt fák eltávolításához, az úton keresztbe fordult vagy árokba csúszott járművek mentéséhez kértek segítséget. Lapátolták a havat már korán reggel a Tatános környékén élők. Vastagon belepett mindent a hó. A jégkaparókra is szükség volt, le kellett takarítani a szélvédőket indulás előtt. Az autósok csak lépésben tudtak haladni, rendkívül rosszak voltak a látási viszonyok és csúsztak az utak. Hiába sózták a járdákat, a gyalogosoknak sem volt egyszerűbb közlekedni. Ropogott a hó a talpuk alatt, és bokáig gázoltak a latyakban. Kicsit fárasztó volt bejönni, és most értem meg igazán, akik hóba másznak hegyeket, iszonyú fárasztó, de nagyon szép. Aki tehette, szánkóra váltott, a gyerekek legnagyobb örömére. Végre itt a hó, reméljük, hogy kicsit tovább is megmarad. És a gyerekek már 5 órától fönn vannak, hogy építeni tudjanak hóembert, úgyhogy tényleg köszönjük az égieknek. Előkerültek a hólapátok Esztergomban is, intenzíven havazott egész éjszaka a térségben. Dobogó kő és környéke is fehérbe borult, emiatt viszont több autó elakadt. A hó átfúvások miatt Komárom-Esztergom vármegyében 2 út járhatatlanná vált, de hasonló a helyzet a Dunántúlon is több helyen. A hókotrók megállás nélkül közlekedtek, de még így is komoly fennakadások voltak. Az Ircz és Bakony-Szent Király közötti utat le kellett zárni, több helyen pedig korlátozásokat vezettek be. Kamionstoppot vezettek be, tehát a 7,5 tonnánál nehezebb gépjárművek nem hajthatnak fel a 82-es számú főútra. A 83-as számú főút felé terelik őket, ott egyelőre jobbak az útviszonyok. A főváros környékén is nehezen indult a reggel. Ez az érdi család korán kezdte takarítani az udvart, a kisfiúk is segített. Az elektromos kapu nem nyílt ki az útjában álló hótömegtől. A Híradó nézője megismerte a hó vastagságát, ezen a ponton 18 cm volt. A hókotró csak azokat az utcákat takarította, ahol busz jár, máshol az autók gyúrták le a havat, ami emiatt csúszós volt. Ezek a képek már az M7-es autópályán készültek. Látszik, hogy a takarítás ellenére itt is latyakos, hókásás az aszfalt, a forgalom csak lassan haladt. A tűzoltókat az elmúlt 24 órában több százszor riasztották, Székesfehérvár környékén is folyamatosan vonultak. Főként a hósúlya miatt leszakadt ágak eltávolításához, valamint elakadt, árokba csúszott járművek mentéséhez kérik a tűzoltók segítségét. A leszakadt faágak miatti forgalmi akadály elsősorban az alsóbbrendű 4 szemjegyű utakat érintette Fehérvár megyében. A nagy mennyiségű hó miatt elektromos vezetékek szakadtak le és trafók sérültek meg. Pest vármegyében több ezer fogyasztónál hajnal óta nincs áram, és a vonatok is jelentős késésekkel közlekednek. Elsőként pedig Pilis Csabára kapcsolunk Bakos Norberthez. Nálatok mi a helyzet, mekkora gondot okoz, ha egyáltalán okoz gondot a havazás? A havazás okoz gondot bizonyos területeken, de már sokat javult a helyzet, hiszen ahogy az áramszolgáltatásról szó esett az anyagban, így van, ez a környék is, Pilis Csaba is áldozatául esett ennek. Ugye a vezetékek kidőltek a nagy hó súlya alatt több helyen és több időszakban is egyébként, úgyhogy tulajdonképpen éjszaka óta nem volt áramszolgáltatás a településen, késő délelőtt állt, nem sokkal dél előtt állt helyre az áramszolgáltatás itt. Emiatt egyébként itt valamennyi iskola, tehát három iskolát és 4 óvodát kellett bezárni és a gyermekeket hazaküldeni, mert nem tudták biztosítani ugye az áramszolgáltatást az épületben. A főutakat is, ha most nézzük, azért ott most már sokat javult a helyzet. Nyilvánvalóan a kisebb mellékutak még havasak, folyamatosan dolgoznak a közútkezelő munkatársa is. És hogyha már itt tartunk, még a katasztrófa védelemről is annyit szeretnék elmondani, hogy eddig közel 80 esetben kellett beavatkozniuk itt Pest vármegye területén, de ez még semmi, ez még jóval följebb megy, percről percre egyre több lesz ez. És akkor hagyj mutassuk meg, ugye itt Pilis Csabán valóban itt ezen az autónál mi érintetlen, hát egy hamar innen nem fog kijönni, ha csak ki nem szabadítják, tehát 30, ma majdnem több mint 30 cm hó hullott, és az áramszolgáltatásról még annyit, hogy közel 30 ezer ellátó helyen nem volt itt Pest vármegyében egyébként áramszolgáltatás.
Bakos Norbert, Pilis Csabáról nagyon szépen köszönjük. Egerbakta és Hírok között árokba csúszott egy kamion a Havas úton. Kapcsolunk már is a helyszínre Dorkó Zsuzsához. Mi történt pontosan? Szervusz, jó napot kívánok! Reggel 6 órakor csúszott be a jobb hátsó kereke az kamionnak ide az útszéli árokba. Havas és csúszós volt az úttest, és a kanyarban nem sikerült megfogni a sofőrnek az autót. 4 órakor indult 4 kamion Újfehértóról Recskre a Bányába közúzalékért. 2 autó Kál felől közelítette meg a Recski bányát, és másik 2 sofőr úgy döntött, hogy itt a 24-es számú főutat választja. Újfehértón egyébként az eső esett, amikor elindultak Recskre. Itt Eger után kezdett el havazni, és nagyon gyorsan egy 5-6 cm hó esett az úttestre, emiatt csúszott be a kamionnak a hátulja az árokba. Reggel 6 órától várja az autómentőt, ami Balassa gyarmatról indult, de útközben kellett mentenie egy másik kamiont, és éppen meg is érkezett úgy, ahogy ígérték, 12 órára jósolták, hogy megérkezik a kamionmentő. Ezt a 40 tonnás kamiont, ami megcsúszott az úton, nyilván egy nagy gép fogja megpróbálni a legbiztonságosabban meghúzni, kihúzni így a félrecsúszott úttestről. Itt a forgalom egyébként folyamatosan zajlott, az autósok udvariasak voltak, és figyelmeztették a szembejövőket, hogy számítani kell egy ilyen elakadt kamionra. Itt arról beszélgettünk itt a mentés előtt, hogy meg kell próbálni úgy kihúzni az autót, hogy nehogy véletlenül beboruljon az árokba. Erről most egyeztetnek, megnézik, és elindul a mentés itt a 24-es számú főútvonalon, Eger-Baktától mintegy 3 kilométerre. A Magyar Közút tájékoztatása szerint dolgoznak a vármegye útjain, 25 járművel takarítják és sózzák az utakat. Dorkó Zsuzsa, nagyon szépen köszönjük az információkat, és akkor most Boldizsár Katához kapcsolunk, aki a főváros környékét járja. Hol vagy pontosan, Kata? Mit tapasztalsz az utakon? Szervusz, köszöntöm az M1 nézőit. Nagykovácsiból versenyt futottunk az idővel, hogy ideérjünk Budafokra, a Plébánia utcába. Ugyanis itt a mellettem levő távközlési oszlop dőlt, ugyanis az úttestre, amit már egyébként elhoztak ide a járdára, hogy ne zavarja a forgalmat és tudjanak közlekedni, de egyébként az utca tetején óriási hatalmas kidőlt fa is félig lóg az útra. Ezt tapasztaltuk egyébként idefele is, hogy a kisebb útszakaszokon bizony lelógó faágak és letört faágak, kidőlt fák nehezítik a közlekedést. Egyébként Budapesten több helyen is okozott nehéz közlekedést. A havazás például a 14. kerületi Szikszó parkban egy mintegy 15 méter magas fa dőlt egyébként egy ingatlannak az oldalára. A katasztrófavédők és a tűzoltók mindent elkövetnek, hogy ezeket a problémákat minél gyorsabban elhárítsák azért, hogy ne akadályozzák a forgalmat. Egyébként viszonylag most már jól lehet közlekedni a nagyobb útszakaszokon. Egy picit jártunk az M7-esen is, és az M7-es bevezető szakaszán is. Ott már jól lehet közlekedni, de a kisebb útszakaszokon, a mellékutcákban, ott bizony még nehezen. A Budapest és Budapest környéki településeken és a magasabb részeken nehezebben tudnak lejutni az autók. A hó most már csapadékformát váltott, ugyanis esőre váltott. Ez azt jelenti, hogy latyakossá váltak az utak, a latyakosság pedig egyre csúszósabbá válnak az utak, úgyhogy vigyázzanak magukra, közlekedjenek óvatosan, és mindenkinek csak azt tudjuk javasolni, hogy aki ez idáig még nem cserélte le a téli gumiját nyári gumira, az semmi szín alatt ne induljon útnak. Boldizsár Kata, nagyon szépen köszönjük.